Az már nem újdonság, tudjuk, hogy megszűnik a Szabad Demokraták Szövetsége, gyakorlatilag ez már valószínű múlt idő is lehetne, hiszen az elmúlt években létezni vagy működni már nem működött, de most hivatalosan is meg fognak szűnni. Na, ebből az apropóból a Kereszténydemokrata Néppárt, de nem is akárki, semmilyen Zsolt és Rétvári Bence alelnök fémjelezte, közleményt adott ki, vagy aláírásával egy közleményt adott ki, történelmi elégtétel az SZDSZ megszűnése, írják, és kifejtik, hogy a KDNP és az Ifjúsági Szövetségük számára hosszas összegzést kíván a szabaddemokraták bűneinek számbavétele, azok felsorolása, ezért aztán csak példálózó jellegű lehet már, mint hogy a bűn lajstrom. Kunce Gábor a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Köszönöm. Most aztán jól megkapta a bűnlajstrobot. Én összeszámoltam, nem tudom, hogy tudja, hogy példálózó jelleggel hányat talált a KDNP, hát 9-et plusz egy ráadás. Az első, hogy például koalícióra léptek a posztkommunista MSZP-vel, pénzéségtől, meg hatalomvágytól vezérelve. Most nem szeretném, ha végigmennénk ezeken a pontokon, az egész úgy, ahogy kétségkívül szórakoztató olvasmány, csak ez nem szórakoztató műsor. Ugye itt arról van szó valószínűleg, hogy az utolsó bekezdés miatt a Fidesz kommunikációs, nem tudom ki, írtak egy ilyen förmedvényt, és ezt ez a két társtettes meg aláírta. Szerintem körülbelül ennyit ér ez az egész úgy, ahogy van. Na, hát az ilyen könnyen nem ússza meg, de hát ugorhatunk a pontok között, nézzük az utolsó bekezdést. Nem feledhetjük el, hogy habár az SZDSZ atomjaira hullott, káros hagyatéka még sokáig élni fog, és szellemi örököseiként Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc továbbra is vezető szerepet töltenek be a magyar baloldalon. Ők a szellemi örököseik? Na most, hát egyrészt nem, de másrészt mondom, ezért íródott ez az egész. Nem volt aznapra még egyetlen Gyurcsány Bajnai sajtótájékoztatójuk sem, és ezt a szerencsétlenséget találták ki. Megjegyzem, Sándor Klára ma volt a Klubrádióban, ugyanerről kérdezték, és szerintem mondott olyat, aminél többet már nem lehet, hogy a KDNP tulajdonképpen a Fidesz stand-up comedy tagozata, hát ez a nyilatkozatuk is ezt támasztja alá. De azért annyit hadd engedjek meg magamnak, hogy ugye a KDNP 90-ben olyan 6,5%, 94-ben 7%-os eredményt ért el a parlamenti választáson, 98-ban és 2002-ben 2,6 és 3,4%-kal nem tudott bejutni. Azóta mérni sem lehet a támogatottságát, lényegében a Semjén Zsolt a Fidesz zsebéből kikandikálva mondja ezeket a hülyeségeket. Szerintem nekik egyrészt nem nagyon kellene büszkének lenniük, ők valójában nem léteznek, azért kellettek, hogy a keresztény pecsétet rányomják a Fidesz igazolványára. Másrészt viszont én szerintem az egy elég undorító dolog egy politikai ellenfél megszűnésének, hogy az SZDSZ szerintem de facto már vagy 3 éve megszűnt, de jóra meg most fog. De ilyen módon örömtáncot lejteni akkor, amikor egy párt megszűnik, szóval én ezt egy egészen undorító dolognak tartom. A kettőjük közötti különbség, hogy a KDNP gyakorlatilag már rég megszűnt, az SZDSZ meg most fog megszűnni. Igen, az SZDSZ meg fog szűnni, ez kétségtelen, az SZDSZ mai emberei, akik egyébként tettek egy kísérletet 2010-ben, tisztességes emberek, hogy megpróbálják megtartani, és nem sikerült nekik, ők most Fodor Gábort fogják majd segíteni nyilván, de ezzel nincsen semmi baj. Van olyan, hogy egy párt megszűnik, hát én tudnék még néhányat mondani az elmúlt 23 évből, csak nem szokás tort ülni egy párt megszűnése kapcsán, különösen nem ebben az alpári stílusban, különösen nem olyanok részéről, mondjuk, mint például a Semjén, aki ugye egy olyan KDNP-ben, ami éveken keresztül pereskedett saját magával, hol nem is volt választmánya, meg elnöksége, Semjén, hol alelnök volt, hol átült az MDF-be, aztán meg nem tudom én hova. Szóval egy ilyen előzmény csokor után, ami végül is aztán őket lényegében megszüntette, és akkor az SZDSZ nem adott ki nyilatkozatot, hogy Isten megverte a KDNP-t, hát lényegében akkor most nem tudom, hogy miről beszélünk, és azért mondom, hogy nem nagyon érdemes a részletekbe bemenni, nem ér annyit az egész. Hát, az a helyzet, hogy olyan
szépen csokorba szedték itt az SZDSZ bűnlajstromát, és nem a bűnlajstrom a szépebben, hanem úgy végigmentek az SZDSZ történetén és kulcsfiguráin, aztán hozzátették, hogy kinek mi a bűne. De hát ezek érdekes korszakok. Akkor csak mondom azt, amit ön kapott. Tehát önnek a legnagyobb bűne az, hogy 2006-ban a rendőri jogsértések kapcsán hát a liberalizmus eszméjét árulta el, és révész mártíriuszozott, akkor, amikor révész Máriusz megsérült a 2006-os őszi zavargásokkor, és akkor ön meg azt mondta rá, hogy révész mártíriusz, mert nagy bekötött, átvérzett sebbel, vagy mivel ilyen kötéssel jött az országgyűlésbe. És akkor, ez csúnya dolog akkor volt. Akkor tovább árulom a liberalizmus. Szóval 2006-ban szerintem pucskísérlet zajlott le Magyarországon, ami nem sikerült, a rendőrség tette a dolgát, ezt megakadályozta. Igaz, közben a egyes rendőrök követtek el olyan cselekményeket, amelyekkel túlmentek azon az eszközrendszeren, amelyeket számukra a törvény biztosít, és őket persze felelőssé kell tenni, illetve felelősségre kell vonni. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a rendőrségnek ott feladatai voltak, és azokat a feladatait ellátta. Akármit próbál most például a Semjén, vagy például a Fidesz csinálni, és akármilyen módon akarja utólag átírni a történelmet, attól még ez történt. A révész mártíriusozás az egy szebb történet szerintem. Még egyszer, nem volt jó, én is nehezen mondtam ki. Mártíriusz... Mosózás? Na mindegy. Egyik szóval, ugye, hogy a révész Máriuszt révész mártíriusznak neveztem, ez még egy szebb történet, de arról van szó, hogy amikor másnap berendelték révész Máriuszt, hogy mutassa meg magát ugye a sajtónak, és ezért a parlamentben bekötött fejjel és felkötött kézzel jelent meg, én megjegyzem a helyében, ezt nem tettem volna meg, bármilyen pártközpont akar erre rávenni, de ő megjelent természetesen, láttam a bekötött kezével egyébként így telefonálni, úgyhogy tulajdonképpen nagyon látszott, hogy ez most egy cirkusz. Akkor mesélte a frakciónak Gusztus Péter, hogy a fideszesek azon röhögnek, és mesélték neki, hogy révész mártíriusznak hívják ők. Aztán aznap este ez volt... Ez a révész mártíriusz kifejezés, ez nem is öntől származik. Ez a Fideszből származik. Aznap este volt egy évfordulós rendezvény Őrsi István lakásán egyébként, ahol ott volt egyik magát újságnak nevező papírhalom újságírója, és én ott egy előadást tartottam, és többek között a események kapcsán azt mondtam, hogy akit révész mártíriusznak hívnak. És másnap ő megírta, hogy Kunce révész mártíriuszozott. És ettől kezdve akkor a fideszesek rendkívüli módon felháborodtak ezen, parlamentben mondtak mindenféléket, ahogy szoktak. Majd Augustus mondta nekik, hogy gyerekek, de hát ezt tőletek eredeti mondtátok, azt mondták, nekünk lehet mondani, a Kuncénak nem lehet mondani. Nincs is vele semmi baj, mert egyébként egyetértettem vele. Hát ez az egyetlen olyan Fidesz pont, amivel az elmúlt 15 évben egyetértettem. Úgyhogy Csemény Zsoltnak meg üzenem, hogy ezt a részét a levelének küldje el, ahova való a Fidesz frakciónak, úgyis ott ül az ölükben, úgyhogy meg tudja tenni könnyeden. Azért csak végig megyünk, mert még annyira jó kis idézetek vannak benne. Az 1968-as nihilista, anarchista, diák, lázadók méltó örökösei voltak maguk. Igen, ez a legújabb koriduma, ugye a 68-asozás, ez most nem a mártíriuszozás, hanem ez a 68-asozás, ez azóta van, amióta Cohn Bendittel összetűztek az Európai Parlamentben, azelőtt ez nem létezett, most meg ezt is előveszi, de azért nem érdemes, mert benne van az összes ócska toposz, amit a Fidesz, és ugye ez a kis zsebből kikandikáló ember, aki ezt aláírta, az elmúlt években felsorolt. Ugye volt nekik egy törekvésük, sajnos ez egyébként sikeresnek bizonyult, és ebben megjegyzem, mi az SZDSZ is hibások vagyunk, hogy a liberalizmus szitokszóvá tenni, a liberális szitokszóvá tenni, ez eléggé sikerült, az kétségtelen. Többek között ezekkel a toposzokkal, aztán utána rácsodálkozik, hogy na nézd már, milyen vélemények vannak a liberálisokról. Azért hadd mondjam el egyrészt, hogy
a demokratikus ellenzékből nőtt ki a Szabad Demokraták Szövetsége. Én nem emlékszem, hogy hallottam volna azokról a mai KDNP-s vezetőkről a 70-es, 80-as években, hogy olyan bátran ellenálltak volna a rendszernek egyrészt. Másrészt, ha a liberálisok erősebbek maradtak volna, vagy megmaradtak volna, akkor, és lenne hatásuk a kormányzásra, akkor kötve hiszem, hogy az a fajta kormányzás mehetne Magyarországon, ami ma folyik, ahol semmibe öszik a jogállamot, ahol képesek az emberi jogokat félresöpörni, ahol beleavatkoznak durván a gazdaság folyásába, ahol a haverjaiknak osztogatják a nemzeti vagyont, és ahol egyébként hosszú távra eljátszák az ország jövőjét. Akármit mond Semmilyen Zsolt, ma ezt csinálják, és ő magas lovon ülve ennek a politikának az abszolút kiszolgálója, és egyébként ugye a KDNP nevet pedig odaadja ehhez a politikához. A kereszténydemokrata politika az erről, amit ezek most csinálnak, soha nem szólt. KDNP-stől, Semmilyen Zsoltostól soha nem szólt. Az egészségügyi reformmal kapcsolatban érdekes módon mindig a vízidi és a kórházi napidi itt a fájó pont, az 2008-ban sem ment át a köztudatba, és ez viszont már az akkori kormány, tehát az önök kommunikációs bakija volt, hogy nem sikerült elhitetni a népszavazás előtt az emberekkel, hogy az egészségügyi reform nem erről a 300 forintról szól, hanem sokkal többről. De hát az egyik fő bűnük az egészségügyben, és Molnár Lajos bűne az Országos Pszichiátria és Neurológiai Intézetnek a bezárása. Amikor elolvastam ezt a közleményt, akkor én is úgy gondoltam, hogy ez tényleg egy nagy bűn volt Molnár Lajostól, hogy bezárta a OPNIT. Márhogy? Hát, hogy az aláírók találtak volna maguknak egy megfelelő helyet, ahol helyükön kezelik a közleményüket is, meg őket is. Tehát a közleményüket maximum, inkább maradjunk ebben. Ne maradjunk ebben, meg őket is. Egészséges emberek, csak más politikai nézeteket vallanak. Ez több annál, amit itt most olvasunk. Na jó, van, látom, most már egyre jobban bosszantja ez a... Már az elején is ennyire bosszantotta ez a KDNP közlemény. Ha visszapörgeti az emlékeit, akkor mi az, ami egyébként az SZDSZ-t tönkretette? A kétszeri koalíció kötés az MSZP-vel, saját maguk, belső viszályuk, kifáradtak, nem tudták megszólítani a szavazóbázisukat, mindig is főváros központú párt tudtak lenni és maradni, vagy mindezek halmaza és összessége? Nem, ugye ezeket így lehet boncolgatni, de ha ezeken a pontokon megpróbálunk végigmenni, akkor a 94-es koalíció kötés az ugyan meglepett akkor sokakat, de a közvéleménykutatások szerint a megkérdezettek 90%-a mondta azt, hogy az SZDSZ menjen koalícióra. Ugye 4 évvel voltunk a rendszerváltást követően, sokan féltek a visszarendezéstől, rendeződéstől, külföldről meg politikusok arra biztattak minket, hogy menjünk be a koalícióba, mert Magyarország barátai sokkal jobban tudják képviselni Magyarország érdekeit a nyugat előtt abban az esetben, hogyha nem egy utolt párt kormányoz egyedül. De azt is mondhatom, hogy a magyar gazdaság 94 végén rosszabb állapotban volt, mint a mexikói, az összeomlott. A Horn kormány pedig rendbe tudta tenni a magyar gazdaságot, és ehhez kellettek a szabaddemokrata képviselők is. 98-ban az ország lényegesen jobb állapotban volt, mint 94-ben, ezért az egy sikeres korszaka volt Magyarországnak, megint bármennyire is próbálják a múltat átírni a mai politikusok. De ugyanakkor viszont ez alatt a kormányzati időszak alatt követtünk el olyan hibákat, amelyekért megbüntettek minket. Gondolok a Tocsik ügyben az érintettségre, gondolok arra, hogy nem tudtuk egyértelművé és világossá tenni, hogy melyek a mi törekvéseink, miket tudtunk belőle megvalósítani, és ezért megbüntettek minket 98-ban. Akkor az SZDSZ felhagyott azzal az elképzeléssel, hogy egy tömegpárt, nagy néppárt lehet, attól kezdve egy nagyon világos liberális politikát képviseltünk, ami egy 5-10%-os eredményt hozott a pártnak 2002-ben, 2006-ban. Közben nagyon erősek voltak már a belső viták, és ezek aztán oda vezettek, hogy én úgy döntöttem 2007. március 31-ével, de a 2006-os önkormányzati választáskor jelentettem be, hogy visszavonulok,
és attól kezdve olyan belső ellentétek feszültek a pártban, hogy ez törvényszerűen vezetett az eredménytelenséghez. Ha maradt volna, lehet, hogy ki lehetett volna kerülni ezt, a belső ellentéteket? Ezt elég nagy, hát ugye, amíg ott voltam, addig a időm jelentős részében azzal foglalkoztam, hogy ezt a sokféle társaságot, akik ott voltak egyben, tartsam. Nem vagyok annyira nagyképű, hogy azt mondjam, hogy persze, hát akkor 2010-ben lényegesen jobb eredményt értünk volna el, de az kétségtelen, hogy a pálya nagyon megnyílt volna, mert a választók elégedetlenek voltak elsősorban a szocialistákkal, és az SZDSZ, ha tudta volna vinni tovább azt a egyébként Európa párti politikát, amit egyébként is képviselt, akkor szerintem a választók nem kerestek volna egyéb pártokat maguknak. Ugye az SZDSZ nem tudott elindulni 2010-ben a választáson, így az emberek szavaztak MDF-re, szavaztak LMP-re, hanem az SZDSZ meg tudta volna tartani ezt a szavazó bázisát. Talán erősebben is kijöhetett volna belőle, de hát ez már csak találgatás természetesen. Persze, ezt, vagy talán nincs is értelme találgatni. Amikor találgassunk a jövőt illetően, 2014-et illetően, akinek már 2010-ben sem volt liberális pártja, akire szavazhatott volna. Milyen választási lehetőséget kap majd 2014-ben? Ezt nagyon nehéz megmondani, mert egyrészt ugye folynak a tárgyalások a két nagy ellenzéki erő, az MSZP és az Együtt 2014 között. A szavak szintjén azt mondják, hogy ők nagyon együtt akarnak működni egymással, a háttér alapján meg úgy látom, hogy nem annyira. Most, hogy ebből mi lesz, azt ma még nagyon nehéz látja megmondani. Látja a hátteret? Benne van a tárgyalásokban? Na, nem vagyok benne a tárgyalásokban, csak beszélek emberekkel, akik benne vannak a tárgyalásokban. Szóval úgy tűnik, hogy az menni fog, hogy közös jelöltek legyenek, és az is úgy tűnik, hogy a két csoportban lévők, tehát az MSZP és a körülötte lévők, és a Együtt és a körülötte lévők, sajnos, mintha abban lennének érdekeltek, ha egyébként az egyéni Pityáner érdekeket nézzük, hogy külön induljanak. Ugye nem kell elmagyaráznom, hogy mindenki Értem. Jobb helyen van azon a listán. Csak ez egy nagy kockázat, szerintem ez nem hoz be többletszavazót. A többletszavazatot az hozza be, ha egy erőt látnak a ellenzéki oldalon a választók, ezt ma nem látják. Tehát nem lehet tudni, hogy melyik variáció jön össze, hogy egy közös indulás, vagy két külön lista. Majd őszre elárulják, azt mondták. Ön benne van ebben a történetben? Így nem vagyok benne, tárgyalásokon nem vagyunk ott. Rögtön hozzáteszem, hogy én közöltem, hogy a Szabad Előpolgári Egyesület tagjai azok semmilyen listás helyre sehol senkinél nem tartanak igényt. Vagyis tőlük nem kell senkinek félnie, ha a listás helyét akarja félteni. Viszont rendelkezünk olyan egyéni jelöltekkel, ha kell, akik nagy valószínűséggel meg tudják nyerni az egyéni választókörzetüket. Például Kunce Gáborra? Hát ugye még ezt a mondatomat azért végigmondom, és addig gondolkodom, hogy erre a mit válaszoljak. Azért tettem fel jó időben, hogy legyen jó ideje időben, jó helyen, igen. Szóval tehát vannak olyan polgármestereink, volt polgármestereink, akik mindazon kritériumoknak egyébként megfelelnek, amelyeket elfogadtak a egyéni választókörzetben indulókkal szemben, akik meg tudják nyerni nagy valószínűséggel az egyéni választókörzetüket, és azokban a körzetekben náluk esélyesebb jelölt nincsen. Ha őket megkeresik, akkor szerintem ők el fogják vállalni az indulást. A helyzet velem kapcsolatban minden valószínűség szerint ugyanez, azzal a különbséggel, hogy úgy látom, hogy a személyem különböző vitákat indukál ezekben a szervezetekben, ami engem nem zavar. Én éppen itt mondogatom már másfél éve, hogy egy összefogásra van szükség, és mindenkinek ott kell lennie, aki tud segíteni, és ha ebben én egy szereplő vagyok, akkor én ezt vállalom, és magam pedig sehova nem puposkodom és nem jelentkezem. Meglátjuk, hogy mit hoz a 2014. De most ebből én azt szűrtem le, hogy olyan sokan nem hívogatják. De ezt ebből most éppen nem lehetett levonni, mert hívogatnak, csak nem tudják eldönteni, hogy mi történjen. Én pedig egyik szekértáborhoz sem kötöm hozzá magam. Szintén a 2014-re előre tekintve, mi lehet az ellenzéki, most tegyük fel, összefogásról beszélünk, és nem arról, hogy szeptemberig mit találnak és mit nem,
az demokratikus ellenzéki erőknek mi lehet a fő-fő kampány témája, üzenete, amivel tényleg meg tudják szólítani akár a Fideszből kiábrándultakat, akár az MSZP-ből kiábrándult szavazókat, jobb-középen, a szélétől középtájékra mindenkit, aki most nem talál magának pártot, vagy talált valamikor csak csalódott. Mi az az átütő üzenet, hogy mik azok? Ellenségkép, ez volt az SZDSZ-nek éveken keresztül a stratégiája, hogy... Nem volt az SZDSZ-nek éveken keresztül a stratégiája. Ez majd egy különbözőben ezen összevitatkozó. Volt egy időszak, ahhoz nekem már nem volt közöm, amikor valóban ez volt az legutóbbi európai parlamenti választás, nagy hibának tartottam. Na, szóval ellenségkép, vagy pedig az, hogy én mit szeretnék, hogyha nekem szavaztok. Én az utóbbira voksolnék, tehát mit szeretnénk, mit akarunk csinálni, mi az, amire ezt kérjük a támogatást, és rögtön hozzá kell tennem, hogy szerintem hibát követel az ellenzék, mert nem a Fidesszel kell versenyezni, nem abba kell versenyezni, hogy én rezsicsökkentést csináltam, és akkor mi meg majd még nagyobb rezsicsökkentést csinálunk, vagy ők megcsinálták a kettős állampolgárságot és a határon túli magyarok szavazati jogát, zárójelbe jegyzem meg, kezd kibontakozni, hogy fogják elcsalni a választásokat, zárójelbe zárva, és akkor mi meg majd még többet adunk, még többet csinálunk. Nem ebben kell versenyezni velük, azt azért látni kellene, hogy itt a különböző társadalmi csoportokat vérig sértették, az egészségügyet, a pedagógusokat, a szociális szférát, a mezőgazdaságból megélni szándékozókat hosszan lehetne sorolni. Ő számukra kell egy olyan meggyőző program, ami arról szól, hogy ha minket választotok, akkor megszűnik ez a kiszámíthatatlanság, akkor reparálni fogjuk a viszonyokat, amelyek drasztikus módon és a hátrányotokra megváltoztak, és megígérjük nektek, hogy ez tényleg egy más ország lesz, hogy a mutyiknak egyszer és mindenkor a végét szabjuk, és szerintem Bajnai Gordon erről beszél, és ő ebbe az irányba mozgott az elején, csak ma már nem nagyon látni ezt az irányt. Hát mert a Fidesz tematizálja a kommunikációt, tehát feldobnak egy labdát, hogy csökkenteni akarja a minimálbért, el akarja venni a rezsicsökkentést, és akkor erre muszáj válaszolni. Igen, ez valóban egy probléma, hogy a Fidesz hihetetlenül gátlástalanul kommunikál, tehát úgy hazudnak, és ez egészen az első emberig, és attól lefelé mindegyikük, beleértve egyébként ezt a KDNP-s társaságot is, úgy hazudnak, hogy az egészen elképesztő, de erre nem az a válasz, hogy elkezdek magyarázkodni, hát el kell őket küldeni, ez ilyen egyszerű, nem kell velük ilyen értelemben szóba állni. Hozzáteszem, hogy Bajnai Gordon például biztos nem lesz képes arra, hogy kiálljon és azt mondja, hogy nem igaz, mert ők akarják csökkenteni a minimálbért. Ráadásul, ugye már azt már többször kimutatták, hogy egyébként a minimálbér nettó értéke az csökkent a Fidesz kormányzása alatt. Úgyhogy ezeket kell elmondani, és egyébként a saját programot ők mennek mindig a Fidesz kommunikációja után, és tényleg a Fidesz határozza meg, hogy ők miket beszélnek. Ezt abba kell hagyni. Kemény, karakteres mondatokat kell mondani arról, hogy ők mit akarnak csinálni. Az meg, hogy ezek miket hazudoznak össze-vissza, nem érdekes. Félre kell söpörni, nincs. Tudja, most le fogom ezt az egészet csekkolni, hogy szondázni Szekeres Imrén, hogy mennyire követi a Fidesz kommunikációt, vagy sem. Köszönöm szépen. Legyen vele kemény. Köszönöm, hogy itt volt.